A vízparton a kopott nádas között egy vidrát is látott Csellő. Ez a kedves pofájú állat éppen halat lakmározott, amelyet a vízben úszva szerzett magának. A lassú vagy beteg hal nem menekülhet előle. A vidra nagyon ügyesen úszik, tekereg, mint egy kígyó, csavar a testén, mélyre bukik a vízben, és akár 4 percig is lent marad. Hosszú farka és a lábujjai közötti úszóhártya segíti őt a vadászatban. Az erdő övezte folyóparton él magányosan, főleg ott, ahol a víz mély és csendes öblöt alkot.